szívünk nem felel. Te kedves osztály és solán, immár is emberen, immár is emberen. Az élet szólít mennyig el, de válni oly nehéz. A küszöbről a bindiák még egyszer visszanéz. Sok kedves emlék fűz ide, amely most megszakad. Az élet szólít menni kell, csüggedni nem szabad, csüggedni nem szabad. Szétszór a sors, mint szél a port, ki tudja merre. Az Úr Jézus Krisztusról. Isten igéjét a 107. Zsoltárból olvasom. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkáikat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a beszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek. Bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgó szelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Eddig Isten írott igéje, és most imádkozzunk a 103. Zsoltár szavaival. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Amen. Szeretett testvéreim, a 107. Zsoltár egy hatalmas dicsőítőjének. Ez a Zsoltárok könyvének, az 5. nagy részének, vagy az 5. könyvnek a nyitánya, az örökkévaló dicsőítésnek az első felvonása. A Zarándó Zsoltárt olvastunk most, egy Zarándó Zsoltárt, amely utána a Krisztus előtti 6. században is nagy jelentőségre tett szert, mert amikor visszatértek az emberek a fogságból, akkor ezt a Zsoltárt énekelték. A megszabadultaknak a szívből jövő hálaadása ez. Azt a pillanatot idézi fel, amikor elmondhatatlan nehézségek után Isten népe végre megérkezik a jeruzsálemi szent templomhoz, amely ki van világítva, fel van díszítve. És ez az első szavuk, hogy adjunk hálát az Úrnak, aki elhozott idáig. Adjunk hálát együtt a papjainkkal, a vezetőinkkel, és dicsőítsük az Urat, aki megtartotta az ígéretét. Megőrizte, segítette, és összegyűjtötte Isten az övéit a világ minden tájáról.
Itt vannak, és közösen énekelnek az Úr színe előtt, azok, akik régebben eltévedtek, azok, akik régebben éheztek, akik betegek voltak, és azok is, akik a tenger félelmetes hullámai között hánykolódtak. Isten pedig megmutatta nekik a helyes utat, táplálta őket, gyógyította őket, és elcsendesítette a tengert. És ezek már ismerős igék, hiszen ezt olvassuk a Márk evangéliumában is. Jézus pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengereknek, hallgass el és némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél és a tengerek is engedelmeskednek neki? Itt a 107. Zsoltárban a hálaadás visszatekint az elmúlt időszakra. Arra az időszakra, amikor úgy nézett ki, hogy a hullámok az égig emelkednek. Amikor úgy nézett ki, hogy a mélységbe zuhannak. Amikor az bölcsességük egészen oda lett. Vagy egy másik fordítás szerint, amikor a félelemtől elolvadt a lelkük. De ez már visszatekintés. Amikor a Zsoltárt énekelték, akkor már itt állnak Isten színe előtt, és hálát adnak a magasságosnak. Pedig nem is olyan régen, még maguk sem bíztak abban, hogy egyszer el fog jönni majd ez az idő. Milyen szép pillanat lehetett ez a megérkezés, amikor régi ismerősök, távolra szakadt rokonok üdvözlik egymást. Majd megnőtt a kis Izsák, amikor legutóbb láttam, még csak eddig ért. Rebeka már kész hölgy lett, biztosan már van neki kiélője. A találkozás, a terített asztalokkal, az éjszakában nyúló beszélgetésekkel, a nagy közös nevetésekkel és a visszaemlékezésekkel. Amikor összeérnek a lelkek, amikor egymásra hangolódnak az emberek, Isten házának a közelében és Isten színe előtt. És ez az, ami ott lebegett az zarándokoknak a szem előtt, amikor veszedelemben, megpróbáltatások között Istenhez fohászkodtak. Ezért könyörögtek, amikor a hánykolódó hajón imbolyogtak, kapaszkodtak félve és átázva. A megtartó Isten dicsőítése és a találkozásnak az ünneplése. És ez az, amit ma elénk vetít a 107. Zsoltár ezen az online ballagáson. Most még a bezártságnak és a távolságtartásnak az ideje van. Most még néha úgy érezzük, hogy a hullámvölgyek el akarnak nyelni. Vagy hogy a hullámok talaja összecsap felettünk. Nem találjuk még a biztos pontot. Nem találjuk a bölcsességet. Imbolygunk és kapaszkodunk és kapkodunk. De ez a Zsoltár megmutatja nekünk, hogy a Teremtő Isten megtartó kegyelme már velünk van. Az Úr már munkálkodik értünk. Ő egy pillanatra sem veszíti a szeme elől azokat, akik az övéi. Ő egy pillanatra sem hagyja magára az elhívott embereit. Lehet, hogy most még a megpróbáltatások időszaka van, de ő már elkészítette a szabadulásnak az útját. És ő már elkészítette a boldog ünnepelésnek a napját. Mert már megszületett a válasz erre a kérdésre, amit Krisztus tanítványai tettek fel. Ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskednek neki? Az Úr az, ami teremtő és megtartó Istenünk. Olvassuk el és fogadjuk a szívünkbe a 107. Zsoltár dicsőítő énekét. Vigyük magunkkal a vizsgaterembe, és vigyük magunkkal később is. Arra az időre, amikor majd az életünknek a hajója új vizeket szel át. Vigyétek magatokkal akkor, amikor tovább tanultok, amikor valamilyen nagy vizsgára készültök, amikor megkéritek a páratoknak a kezét, hogy elfogadjátok a megkérést, a felkérést, amikor családot alapítatok,
amikor majd építitek a házatokat, amikor majd saját gyermeketeket biztatjátok az életének a nehéz időszakaiban. Mondjátok együtt velünk azt, hogy tudjuk és hisszük, hogy ahogyan a zarándokok, akik megérkeztek egykor, mi is egyszer majd együtt fogjuk dicsőíteni az Urat, és adunk neki hálát. Mert ugyan a Zsoltár írja, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, Teremtő Istenünk, megállunk szent színed előtt ezen az órán is. A hálaadás van leginkább ott bennünk, ami feljő mélyről, és hagyd tárjuk ezt most eléd. És benne van minden köszönetünk az elmúlt időszakról, hogyha a gyermekre tekintünk. Úgy a gyermekre, aki itt az iskolában cseperedett fel, de úgy a gyermekre, mint aki a szülői otthonban cseperedett fel. És köszönjük, hogy megőriztél és megtartottál, és hogy eljuthattunk ide, ebben a nagyon különleges helyzetben. De jó azt tudni, hogy akkor, amikor vizeken vagyunk, vagy vizek vesznek bennünket körül, akkor is a te tervedben, akaratodban és a kezedben vagyunk. Őrizd meg, tarts meg bennünket. Olyan érdekes azt megélni, hogy egy stúdió is válhat templommá. És így a közöttünk lévő kapcsolatok egy térré, egy téged tisztelő térré jöhetnek létre. Áld meg bennünket, Urunk! Áld meg az előttünk való napokat, hogy a felkészülés meghozza a gyümölcsét a vizsgákon. Legyen ott a te különleges szereteted, ölelje át a fiatalokat a különleges vizsgahelyzetben. Urunk, így kérünk az ő életükért, most rájuk figyelünk, így hozzuk el időket azokban a szakaszokban, amelyeket Dávid is említett. Elengedjük őket, útjukra bocsátjuk őket ezen az alkalommal. Te légy az ő őriző pásztorok. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ó, én, élet, kérdések nem színű árja, hitetlenek végtelen özöne, balgáktól nyüzsgő városok, mi jó ezek közt? Ó, én, ó, élet, holtköltők társasága. A válasz az, hogy itt vagy, hogy van élet és egyéniség, hogy zajlik a nagy színjáték, és te is hozzáírhatsz egy sort. Sok szeretettel köszöntöm a ballagó diákokat, kedves szüleiket, az iskola minden tanárát és dolgozóját. Az alsóbb évfolyamosok nevében szeretnénk most tőletek elbúcsúzni, kedves búcsúzó diáktársaink. Nagyon nehéz lenne ebben a pár sorban összefoglalni azt, ami mögöttetek van. Még csak most léptetek be a lévai kapuján, most ismerkedtetek meg az éretlen táborban. Évekkel ezelőtt barátságok születtek, és ezekkel a barátokkal sok mindent megéltetek. Egy osztályá váltatok, majd egy iskolai közösséggé. Minden napot együtt töltöttetek, minden akadályt együtt küzdöttetek le. A lévai falak közt nőttetek fel, és váltatok nagykorúvá, de mégis megvan bennetek az a gyermeki bolondság. Talán ebben az időszakban értékelődött fel bennetek az, hogy mit jelent abban az osztályban lenni, amiben vagytok, voltatok. Milyen érzés az osztály részének lenni. Több mint egy hónapja volt az utolsó készfogás. Az iskolában, vagy éppen az utolsó ölelés. Az utolsó tantermi óra, vagy az utolsó alkalom, mikor a padsorok közt ültetek. Az elmúlt évek formáltak benneteket olyanná, amilyenek vagytok. Az iskolában váltatok igazán önmagatokká, és itt mutathattátok meg, kik is vagytok valójában. A fiatalabb évfolyamok nevében mondhatom, hogy ti voltatok azok, akikre felnéztünk. A legtalpra esettebb srácok, lányok, akik most fognak érettségizni.
Sokan várjuk a gimnáziumi utolsó évünket, de őszintén mondhatjuk, hogy most inkább kisebbek szeretnénk lenni. Biztosan ti is sokan vagytok így vele, viszont életetek még csak most kezdődik. Egy új, varázslatos életszakasz jön, ami tele lesz újdonságokkal és megpróbáltatásokkal. Furcsa belegondolni, de az évek gyorsan elszállnak, és lassan saját gyermekeiteket fogjátok a kezetekben tartani. Köszönjétek meg azoknak a drága szüleiteknek, akik végig mellettetek voltak, és fogták a kezeteket. Ők tudják a legjobban, hogy milyen gyorsan szalad az idő. Ők kísértek végig azon az úton, melyen a pici babából fiatal felnőtt cseperedett. Az édesanyák és édesapák megtanították fiukat arra, hogyan váljon felnőtt férfivá. Az édesanyák és édesapák megtanították lányukat arra, hogyan váljon erős, de békés családi fészket teremtő nővé és anyává. Ők motiváltak és motiválnak titeket minden nap, de nekik is el kell fogadniuk, hogy itt az önállósodás a felnőtté válás ideje. Köszönjétek meg a középiskolás éveiteken végigkísérő osztályfőnökeiteknek, tanáraitoknak azt a sok-sok tanítást, nevelést, amit tőlük kaptatok. Az osztályfőnökeitek mindent megtettek értetek, hiszen több éven keresztül ott voltak mellettetek örömben, gondban, bajban egyaránt. Higgyétek el, mindig szívesen fognak emlékezni rátok, és számon tartanak benneteket. Tanultatok tőlük sokat, és ők is segítettek a tanulás rögös útjain nektek. Áldozatos munkájukra büszkék lehettek. A búcsú mindenkinek nehéz, főleg ebben a helyzetben, de gondoljatok a jövőtökre. Mennyi minden vár rátok, amelyet az élet elétek tár. Ilyenkor örömmel idézzétek fel a tanórák hangulatát, az osztálytársakkal, barátokkal töltött pillanatokat, és minden mást, amelyre szívesen emlékeztek. Tiszta szívből szeretnék sok sikert és kitartást kívánni nektek az egész iskola nevében. Sokáig emlékezni fogunk rátok. Köszönjük, hogy tanulhattunk tőletek. Végül fogadjátok szeretettel rövid kis versemet, amelyet nektek írtam a lévai minden itt maradó diákja nevében. Kicsiként mindig végzős akartam lenni. Néztem a nagyokat tenni, venni. Felnéztem rájuk, mily nagyok ők. Vajon mikor érem el én is ezt az időt? Most már nagyobb vagyok, és tudom, hogy a felnőtté válás bonyodalom. Nagyként mindig kicsi akarok lenni, nézem a kicsiket tenni, venni. Nektek is kívánom, ballagó barátok, hogy Isten áldása szálljon rátok. Szabó T. Anna, útra való. Bátorság, indulj, meg ne tart. Ne kérdezd, hogy a célod hol van. Kösd könnyű kendőt, kösd sarut. Ki tudja, meddig visz az út. Ha minden lépés élvezet, tám mindegy is hová vezet. Csak lélegezz, csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Vidd, ami kell, kerés elég. A tűz, a föld, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útvesztőiből is az égre lát. Nem baj, ha körbe-körbe jársz. Aki vár, úgy is rád talál. Úgy is rád találsz, aki vár. Az út kinyit, a pont bezár. A labirintus közepe csalogat, csábít befelé. Puha, fészek meleg, sötét, kik itt talál meg, az a tét. Indulj, a többit ráthagyom. A táska leng a válladon, az egyensúlyról énekel, miközben lelked égre kell. Itt tart a földön, el ne szállj. Vedd, vidd, vidulj. Menj, meg ne állj. Ha messze jut, ha visszafut, mindig magadhoz visz az út. Ne hagyd fejedet, művelő szülnyi bírnát.
Miskolc, Kálvin János utca 2. Léva József Református Gimnázium. Egy patinás épület. A beiratkozás izgalmai. 2014. 35-12 éves néz egymásra ismerkedően. 2016. Újabb beiratkozók. Az évfolyamon már 120-14 éves ismerkedik egymással. 4 osztály. 1 évfolyam. Éretlen tábor. Az újdonság élménye. Avatás. Teljes értékű Léva is sá válunk. Tanulunk. Páros évfolyamú vizsgákon már izgulunk. Osztálykirándulások. Határtalan élmények. Kampány. Összefogás egymásért és egy célért. Vizsgázunk. Kis érettségikkel már sejtjük, mi vár ránk. Lévai bálok. Az utolsóra végzős kinyitó táncot tanulunk. A szalagavató felemelő pillanatai és gyönyörei. Elindultunk az elengedés útján. És most itt állunk. Kedves ballagó diáktársaink, tisztelt tanáraink, szeretett szüleink. Nem így képzeltük. Úgy terveztünk, hogy előttünk van még néhány hét. A legszebbek. Azok a hetek, amire régóta vártunk. Nem gondoltuk, hogy tanárainkkal a félbe maradt lecke, feladatok, a tanári magyarázat, a majd jövő órán ígérete egy virtuális térben folytatódik, aminek teljesen más a hangulata. Nem gondoltuk, hogy az utolsó óra végét jelző csengő hangját csak az emlékezeteinkből idézzük. Hogy az utolsó hétfői istentisztelet szívszorító érzését csak lélekben és egyedül élhetjük át. A többiek szeméből nem meríthetünk bíztatást vagy bátorítást. És nem fejeztük be a szerenádra készülést. Nincs fáklyás hálainek, egymástól elő barátok, és a ballagáson sem énekeljük az orgona illat bódulatában, hogy elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek. Mindez most azzal a tanulsággal jár számunkra, hogy nem tudjuk mikor, miből lesz az utolsó. Ezért értékelni kell, amíg van mit. A legkisebbektől a legnagyobbakig. Dóbe tanárnőtől megtanulhattuk, hogy a pillanatot meg kell ragadni és benne kell élni. Habár nem szabad benne ragadni. Mert aki áll, az hátrafelé megy. Komoly leckét kaptunk az élettől. Élj minden nap úgy, hogy másnap ne bánj meg semmit, és legyen miből tovább lépned. Hogy minden napunk értékesen teljen és tartalmasan, arról gondoskodott a Lévai. A Lévai a lehetőségek iskolája. Hallottuk nem egyszer igazgató úrtól. És sokan ezt komolyan is vettük, és mindenki a maga módján ki is használta. Sokan a tanulást vették nagyon komolyan, és a szép verseny eredmények megszületéséért, tanárok támogatásával, a mentorprogram lehetőségével éltek. A kalandorok a cserediák programban mentek világá, és szeretettel fogadtuk mi is a határon túli diákokat. Járhattunk Hollandiában, Németországban és Ausztráliában. Megünnepelhettük a Refu 500-at és iskolánk újraindításának 25. születésnapját. Isten dicsőségét hirdettük a lámpással, és boldogan mentünk mindannyian májba osztályközösséget erősíteni osztályfőnökeinkkel. Jöttek a csendes napok, gyülekezett látogatások, a kollégisták közösségi hétvégéje, és a nagy osztálykirándulások határtalanul. Fesztiválokon énekeltünk, színjátszóztunk és táncoltunk. Mindeközben fejlődött a közösség, és rájöttünk. A Lévai mi vagyunk. Te és te. És én. És mi. Mi mindannyian. Diákok, tanárok, akik átéljük és megéljük a mindennapokat, amit úgy kezdünk, hogy kegyes teremtő Istenünk, és azzal zárunk, hogy dicséret, dicsőség. Rengeteg dolgot kaphattunk, számos dolog marad majd emlékezetes. Mert ez a pár év bármennyire is fájó és maró kimondani, de itt hagyott. Félre sem néztünk, észre se vettük, csak annyi volt. Egy szót se szólt, de itt hagyott. És ha már így alakult, akkor jól van, hát menjen. Menjen, de mi marad? Tanárainknak és szüleinknek köszönjük a lehetőségeket. A támogatást. Köszönjük tanáraink odaadását, végtelennek tűrő türelmét és azt, hogy a legjobbat hozták ki belőlünk. Szüleinknek köszönjük, hogy így lévaisként nőhettünk fel. Családdá erősödtünk a fészekben. Mi fiókák a madármamáktól és papáktól megtanultunk repülni, szárnyakra kapni. Időként ugyan kiestünk a fészekből, de attól kezdve, hogy megtanultunk repülni és belátni a messzeséget, és nem csak a fészek melegében megülni, onnantól kezdve ez mindent megért.
Megtudtuk azt, hogy kik vagyunk. Bizalmasokra lehetünk mind tanárainkban, mind egymásban. Örökre szóló barátságok és tapasztalatok gazdagítják így életünket. Köszönjük, hogy így alakult. Szolideológia. És most ideje van a továbblépésnek. A Szalagavatón egy hídra léptünk, mely a túlpartra önálló életünkhöz vezet. A híd végén, mikor partot érünk, az út több felé elvezik mindannyiunk számára. Ott fog kiderülni, hogy elképzeléseink alapján jó utat választottunk el. Most a híd közepén állunk. Előttünk ez a furcsa érettség, és bizonyára a szeptemberi tervek is sokat számára összekuszálódtak. De ebben a bizonytalanságban is tudunk azokban az értékekben bízni, amit a tarisznyánkban magunkkal viszünk. Mert erre az útra összepakoltunk egy hátizsákot, amiben csak a legfontosabbakat vihetjük magunkkal. Benne van például a tudásunk. Majd papíron az érettségünk, amit mint egy útlevelet fogunk felmutatni. De benne vannak az emlékek is, barátságok, beszélgetések, vagy fontos mondatok, melyek megerősítenek döntéseinkbe, ha akadály áll előttünk. Van benne valami gyönyörű érzés, ami a közösségben megélt öröm, vagy évek kemény munkájának eredménye. Talán valami hang, vagy valami kép, ami emlékeink könyvének lapjaiba örök tintával rajzolódott be. Igen, egy részünk most útra válik. De itt marad emlékünk a lévaisok, legkedvesebb barátaink és tanáraink emlékezetében a falon lógó tablóképeinkkel együtt. És hogy milyen is lesz az élet a lévaink túl, úgy képzelem, olyan lesz, mint ahogy Cseh Tamás dalában énekeltük a Szalagavatón. Járom nélküle a végtelen világot. Valahogy mindent nélküle más színben látok. Hosszasan nyújtózik minden út. Valahogy nincsen semmi úgy. Minden szó mástól eltanult, ahogy útra vált, a 12. évfolyam. Tartsatok még bennünket jó emlékezetetekben. Isten veletek! Kedves Balagó diákjaink, nehéz megszólalnom most a 12-esek búcsúzó szavai és gondolatai után. Kedves osztályfőnök kollégák, akik itt vagytok velünk együtt a lévai stúdiójában, kedves tanártársak, tisztelt szülők, családtagok, kedves vendégek, akik megtisztelik a lévai 2019-2020. Tanévének rendhagyó balagás ünnepségét, és ezzel együtt a lévaiban ebben az évben ballagó 127 tanulót. A lévai alapításától számított 460. tanév végéhez közeledünk. Milyen szép reménységgel kezdtük a tanévet, igaz, kedves diákjaink, hiszen a 12-es évfolyam önmagában is a reménységről szól. Arról a reménységről, amellyel tovább tanulási céljaitokat kerestétek és találtátok meg. Arról a reménységről, amellyel az egyetemi tanulmányaitok felé, a nagybetűs élet felé tesztek egy jelentős lépést, és arról a reménységről, amellyel osztályfőnökeitek és tanáraitok tekintenek rátok a 4 vagy 6 éves közös, nem egyszer fáradtságos munka után, de azzal a hittel, hogy a munkájuk nem volt hiába való. Terveztük a szerenádot. Számomra minden évben felemelő érzés látni, hallani, és néhány szót váltani a ballagó osztályainkkal a szerenád alatt. Terveztük az utolsó tanítási napot, majd a ballagás napján az utolsó osztályfelnöki órát, és izgatottan várni a lévai kis harangjának megkondulását, végigjárni az ismerős tantermeket és folyosókat, még egyszer utoljára, és ízlelgetni az ének hangulatát és valóságát, ahogy az előbb is hallottuk. Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek. De március közepétől minden másképp alakult. A digitális munkarend, a távolságtartás lehetetlenné tesz sok olyan eseményt és közösségi alkalmat, amely nem csak számotokra fontos, de a lévai teljes közössége számára is az. Isten megengedte, hogy így legyen.
Alázattal el kell fogadnunk, de keresnünk kell, hogy mire tanít bennünket ezen a rendkívüli élethelyzeten keresztül. Nagyon büszke vagyok osztályfőnökeitekre és tanáraitokra, akik ebben a rendkívüli helyzetben is azt keresték, hogyan lehet méltóképpen elbúcsúzni tőletek. Köszönöm nekik minden ötletüket, gondolatukat, szívük szeretetét, amelyel a lévai titeket ünnepelhet és megtisztelhet rendhagyó ballagásotok alkalmából. Bethlen Gábor Erdélyország egyik legjelentősebb fejedelmének szavai jutottak eszembe. Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. A keresztény ember, a keresztény vezető Istenbe vetett reménységének a kifejezése ez. Számunkra most a ballagás ezen formája lehetséges, de ezt örömmel és szeretettel tesszük. Értetek? Ezzel a reménységgel hoztak szüleitek titeket ide, 6 vagy 4 évvel ezelőtt. Vagy ti magatok tudatosan választottátok a lévait. Megköszönöm szüleitek bizalmát, amellyel nevelésetekben társul választották a lévait, osztályfőnökeiteket, tanáraitokat. Ezzel a reménységgel és izgalommal vettetek részt a felvételin, és vártátok a középiskolai felvételi eredményt. Ezzel a reménységgel voltatok jelen az éretlen táborban, Máiban, és méregettétek egymást és tanáraitokat az első tanév elején. Majd elindult egy olyan formálódási szakasza az életeteknek, amelyet sokféle hasonlattal lehetne illetni. Nekem a sok közül most az jutott eszembe, hogy olyan volt ez, mint a féldrága kőcsiszolás. Amikor a nyers köveket egy nagyobb forgó dobba ömlesztik bele, valamilyen dörzs anyaggal együtt, és vizes közegben hetekig, hónapokig forgatják. A mi esetünkben évekig. És miközben maguk formálódnak, bizony egymást is formálják. Közben a mester egy-egy követ kézbe vesz, és egyénileg is formálja, csiszolja, nagyon sok értékes tanulmányi, sport és művészeti eredmény született az évfolyamon. Köszönjük nektek! Hálásak vagyunk, értetek, és büszkék vagyunk eredményeitekre. Értékes fiatalokká formálódtatok a lévaiban. A fakultáció választás 10. végén már sejtetett valamit. A diákigazgató választásra ti még a továbbtanulás terhe nélkül gondtalanul készültetek. De a szalagavatón már meglegyintett benneteket is a döntés felelősségének szele. Mit kezdjek a jövőmmel? Hol tanuljak tovább? Azzal a reménységgel vagyunk, hogy döntő többségébe jó továbbtanulási célokat jelöltetek meg. Isten áldását kérjük a döntéseitekre, és bízunk abban, hogy előzetesen ti is kértétek a véleményét és a jóváhagyását. Köszönöm osztályfőnökeiteknek azt a törődést, figyelmet, gondoskodást, szeretetet, amelyel az osztályotok formálását segítették elő. És köszönöm tanáraitok komoly szakmai felkészítő munkáját. Különösen azt, hogy az utolsó hetekben is igyekeztek mindent megtenni sikeres érettségi felkészítésetekért. Legyen hála és tisztelet érte nekik. Bátorításul egyetlen gondolatcsokrot hoztam nektek, végzős diákjainknak. A 12. A 35 tanulójának, a 12. B 30 tanulójának, a 12. C 32 tanulójának, és a 12. D30 tanulójának. Gondolatcsokor ahhoz az igéhez társul, amelyet a lévai által nektek küldött meghívóra írtunk. Pál apostol egyik legjelentősebb leveléből, amelyet a rómabeli gyülekezetnek írt. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.
Valljuk be őszintén, kedves diákok, nyomorúságos élethelyzetben vagyunk. Nem csak mi itt Miskolcon a Lévaiban az életünk beszűkülése, a balagás elmaradása miatt, hanem Magyarország, Európa, de az egész világ nyomorúságos élethelyzetben van. Az ige arra tanít bennünket, és erre bátorítunk mi is titeket, hogy akár az ilyen nyomorúságos élethelyzetben is legyetek kitartók. Kitartónak lenni azt jelenti, hogy nem adom fel. Kész vagyok folyamatos erőfeszítést tenni, akár a nyomorúságos élethelyzetben is. Többlet munka és áldozat árán is céltudatos maradok. Azaz, nem adom fel a céljaimat. Titeket is arra bátorítunk, hogy most koncentráljatok az érettségére. Zárjátok ki a zavaró tényezőket, maszkviselet, távolságtartás, ami majd hétfőn vár rátok, és csak arra összpontosítsatok, ami most a lényeg. Az érettségiteknek jól kell sikerülnie. Mi több? Nagyon jól kell sikerülnie. A gondolatcsokor második szála azt veti górcső alá, hogy mi is a reménység, és hogyan működik. Bizony más ért a keresztjén ember a reménységen, és más a tartalma a nem keresztjén ember reménységének, reményének. Az utóbbiak esetén a remény szó jelentése sokszor eltorzul azzal, hogy egy bizonytalan várakozás, túlzott, alap nélküli várakozás lesz belőle. Hogy példát említsek, ilyen lenne abban reménykedni, hogy 2 éven belül a DVTK BL döntőt játszik majd. A keresztény ember számára, és erre igyekeztünk tanítani is benneteket, a keresztény reménység biztos várását jelenti valaminek, ami be is fog következni. A bibliai reménység nem bizonytalan óhaj, hanem megalapozott, örömteli várása annak, ami egész biztosan be is következik, mert Isten ígéretén alapszik. Keresztény ember reménységének tehát forrása van. A Jézus Krisztusba vetett hitből fakad, amely nem szégyenít meg, azaz bekövetkezik. Olvassuk a Róma beliekhez írt levél 5. részében. A reménységünknek van rendeltetése és funkciója. A reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Olvasható a zsidókhoz írt levélben, amely nem enged elsodródni és megtart a nyomorúságos időben is, mint amilyen a mostani. Azt kívánjuk nektek, kedves ballagó diákjaink, hogy tapasztaljátok ezt meg. A Krisztusba vetett reménység megtartó erő. A gondolatcsokor harmadik szála nem kevésbé fontos. A reménységet táplálni kell. A reménységet felőröli a reménytelenség. A reménységet felemészti az ilyen nyomorúságos élethelyzet, mint a mostani. Azért, hogy a remény éljen, megmaradjon és növekedjen, táplálni kell. Erre is igyekeztünk tanítani benneteket, és példát is mutatni számotokra, hogyan táplálható a Jézus Krisztusra alapozott reménység. A Bibliát olvasva Isten reménykeltő szavaival találkozunk. Az imádságban válaszolunk Isten reményt adó üzenetére. Köszönöm nektek, hogy mindkettőből lehetett közösen részünk az együtt töltött évek alatt. Köszönöm mind a 4 osztályunknak a hétfői istentisztelet szívhez szóló gondolatait. Köszönöm, hogy értékelitek a szüleitek és tanáraitok törődését, titeket gyarapító áldozatos munkáját. Egyedi és felemelő volt az elköszönésnek, remélem, hogy rendhagyó volta ellenére is, ilyen módon a balagási ünnepet is tudjuk felemelő módon felétek közvetíteni. Már csak egy dolog maradt hátra, áldást kérni az életetekre ezzel az igével. A reménység Istene pedig
töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Isten áldjon benneteket, legyen veletek a hétfőn kezdődő érettségén és életetek minden napján. Az énekkarunk szolgálata után fogadjátok szeretettel osztályfőnökeitek köszöntő gondolatait. Készít neked, amilyenről nem is álmodtál, sokkal szebb és nagyszerűbb lesz. Igen, én ezt mondtam nektek. Lehet, hogy a ballagásotok kapcsán nem pont erre gondoltam. Nehéz ennek a tapasztalatnak az igazságát most megélni, de tudunk ünnepelni egy fordulópontot az életünkben úgy, hogy hinni kell, hogy ebből a helyzetből is a legjobbat fogja kihozni, még akkor is, ha ezt most nem így lát. Talán azzal, hogy elhiszed, hogy Isten azoknak a vállára teszi a súly, aki azt elviseli. Tehát erős vagy. Talán azért, mert tehetséges vagy, és ebben a helyzetben is feltalálod magad. Talán azért, mert a barátságok, a szeretet, az együtt töltött évek embersége most megtartó erővel bírnak. Talán azért, mert így készít fel arra, hogy az életben dolgod van, felelősséged, helyt kell állnod. És mi tanárok az együtt töltött évek tapasztalata alapján azt mondjuk, hogy bízunk benne, hogy ki fogjátok állni az életpróbákat. Mert a lévaiban töltött éveitekben ehhez megkaptatok reménység szerint mindent. Hitet, tudást, egymás és a világ megbecsülését. Lehet, hogy úgy érzed, elvesztettél most 6 hetet, de tedd mellé, hogy volt sok éved, ami igazán nagyszerű volt. Köszönöm a magam és a ti nevetekben tanáraitoknak, hogy szigorúan, de szeretettel oktattak és neveltek titeket. Tantárgyaikon keresztül a világ sokszínűségét, a világ rendjét és logikáját mutatták meg.
Köszönet azért, hogy mindig a legjobbat akarták kihozni belőletek, és hogy mindig nyitottak voltak a beszélgetésre, és hogy nekik is hiányoztak, az mutatja, hogy mennyit dolgoztak azért, hogy ők is elbúcsúzhassanak tőletek. Külön köszönetet szeretnék mondani Horváth László tanár úrnak, aki a tehetséggondozás keretében átért élményeket köszönhetitek, aki 6 éven át követte nyomon fejlődéseteket, és most a végén hálás vagyok, hogy ő lett a társam az osztályfőnöki teendőben. És az igazgató helyetteseknek, Kerboltné Tóth Edit tanárnőnek, hogy a tanulmányi előmeneteleket kísérte figyelemmel, Sipos Tamás lelkész vallástanárnak, hogy az elfogadás képességét és a rendszeretetet munkálta bennetek. És végül, de mindenképpen köszönet igazgató úrnak, hogy tanárotokként is határozott értékek mentén neveltiteket, hogy odafigyelt rátok, és mindent megtett azért, hogy a tanuláshoz minőségi kereteket teremtsen, és fontosnak tartott, hogy itt és most együtt lehessünk. A legfontosabb tanítással, Jézusi parancsal búcsúzom tőletek. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról ismernek meg benneteket, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Áldás békét! Versikét az óvodai anyák napján, és Lem pár nap múlva már érettségizik. Felesleges mondani, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a szülők, nagyszülők óvó, féltő, támogató szeretete, törődése, szigora nélkül, mindennapok küzdelmei nélkül gyermekeik, unokáik nem jutottak volna el az érettségéig. Mi pedagógusok is látjuk azt, hogy milyen sokat számít az a hátország, amit a család tud adni. Hadd köszönjem meg most én, gyermekeik és kollégáim nevében jelenlétüket, támogatásukat, együttműködésüket. Egy idézettel búcsúznék, amit reggel az osztályomtól kaptam. Nincs olyan, hogy jó búcsú, csak búcsú van. Fájdalom és remény. Az elengedésnek nem az a lényege, hogy még utoljára átadjunk valamit, hanem az, hogy megőrizzünk valamit az eljövendő időkre. Robert Langson. Isten áldja Önöket, áldás békesség! Mikor gyermek voltam, te vigyáztál rám, megbocsájtottad minden hibám, mert velem van.
bajban nem vagyok már egyedül. A kételj kegyelmedben elmerül, mert velem vagy, és nem hagysz el. És én csak áldalak, mindenható királyomat, ki fényét nekem adja, hogy világítsak át. Sötét éjszakát. Tudom, ha azt ismeretlenbe visz, te mutat fény, hogy átsegíts, mert velem vagy, és nem hagysz el. Mikor értem, végén visszagondolok, megismerem, majd is hozzád indulok, mert velem vagy, és nem hagysz el. És én csak áldalak, mindenható királyomat, ki fényét nekem adja, hogy világítsak át. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, de nem elég akarni, tenni, tenni kell. Bizonyára sokan és sokszor hallottátok már ezt a Váci Mihály idézetet. Ez egy olyan időszak az életetekben, mikor sok tanácsot, figyelmeztetést, bölcs gondolatot hallotok, s könnyű is elveszni ebben a rengetegben. Azonban mindig van olyan, amely valami élmény, vagy különleges körülmény hatására mélyebben beleivódik az emberi elmébe. Ilyen különleges alkalom ez a mai is, így valószínűleg sokunkban felejthetetlen élményeként fog megmaradni, hisz a szokványostól eléggé eltérő. Azért választottam ezt az idézetet, mert benne van az egyik legfontosabb gondolat, melyet útlavalóként tanácsolok nektek, hogy tenni, tenni kell. Nem elég a vágyakat megfogalmazni, és ábrándozni, hogy mi lenne, ha. A végelszámolásnál mindannyian a tetteink alapján ítéltetünk meg, s törekedjetek is arra, ahogyan a Zsoltárok könyvében áll, s 2 éve a jelmondatunk is volt, legyenek láthatóvá a tetteid. És egyúttal itt köszönném meg a technikai munkatársaknak is a munkáját, akik sokat tettek azért, hogy szép és tiszta környezetben, jó technikai körülmények között, segítve a papírmunkák között eligazodva végezhessük a tanítás és tanulás mesterségét. Nekik valóban láthatóak voltak a tetteik. Hálásak lehetünk ezért. S végezetül az előttetek álló megmérettetésre és újabb kihívásokra gondolva egy Goethei bölcselettel zárom gondolataimat. Keresd az életben mindig a szépet, ragadd meg azt, amit más észre sem vesz. S hidd el, ha sokszor durva is az élet, mindig találni benne kellemest és szépet. Áldás békesség! Thank you.
Útjaink száz felé válnak, de szívünk egy célért dobog. Nekivágunk a küzdelmes mának, és épít karunk egy szebb holnapot. Írtátok meghívótokra Arany János szavait. Az a jövő, amit megépítettek, rajtatok múlik milyen lesz, ti fogjátok formálni és alakítani. De ebben a küzdelmes csatában ránk, szüleitekre és gyülekezetetekre mindig számíthatok, hiszen eddig is figyelemmel kísérték munkátokat. Most búcsúzunk partner gyülekezeteinktől is, akik mindig kedvesen és őszinte szeretettel fogadtak bennünket. Köszönet érte, hogy életük része lehetünk. Köszönjük fenntartónknak, hogy lehetővé tette számotokra, hogy egyre szebb és modernebb környezetben 21. századi eszközökkel juthassatok el életetek egyik legszebb, legmeghatározóbb pontjához, az érettségi vizsgához. Áldás békesség! Köszönni osztályfőnök kollégáim munkáját, törődését, szeretetét, amelyel formálták, alakították a rájuk bízott tanulókat. Rendhagyó módon egy-egy szám virágot hagyjuk csak át köszönetként.
A jutalmak átadása, képletes átadása történik. A következőkben a ballagó tanulók jutalmazásának ismertetését tesszük meg. A tiszáninei református egyházkerület mind fenntartó, és a léva is törekszik a kiemelkedő közösségi vagy művészeti tevékenységet végző, valamint kiemelkedő tanulmányi vagy sporteredményt elérő tanulók jutalmazására. Az egyházkerület két díjat adományoz, a Tiszáninnen református diákja díjat, valamint a tiszáninneni tanulmányi díjat. Az idén a lévaiban mindkettő átadásra kerül. Ezt követően a lévai által adományozott Pro Excellencia, lévai kiválósági díj, Pro Scola, lévai közösségi díj, Pro Talento, lévai tehetségdíjat adjuk át. Elismerjük az iskolai szinten kiemelkedő szolgálatot végző szülőket is. Iskolai szintű elismerő okleveleket ismerteti Kerborné Tóth Edit tanulmányi igazgató helyettes, a kollégiumi jutalmakat Zsurki Csabáné nevelőtanári munkaközösség vezető. Az osztályszintű tanulói jutalmakat és osztályszintű szülői jutalmakat Sikos Tamás nevelési igazgató helyettes ismerteti. Végül a partner gyülekezetek által felajánlott jutalmakat Domohidini Darab Ágnes iskola lelkész sorolja fel. A tiszáninei református diákja címet az egyházkerület által fenntartott négy középiskolában évente egy-egy végzős tanuló kaphat, aki keresztény életvitelével, elkötelezett szolgálatával, keresztény értékrendjével és magatartásával hordozza azokat az értékeket, amelyeket a református középiskolában végzett diákok tekintetében példaértékűnek tartunk. Ebben az évben Tiszáninen református diákja elismerő díjat Zolnai Dominika 12. A osztályos tanuló kapja folyamatos kitűnő tanulmányi eredményéért, versenyeken és biológia OKTV-n való eredményes szerepléséért, a közösségért végzett szolgálataiért, a gyülekezetben végzett aktív tevékenységéért és példamutató magatartásáért. A tiszáninneni tanulmányi díjat kiemelkedő országos tanulmányi versenyeredmény elismeréseként adományozza az egyházkerület. Ebben az évben tiszáninneni tanulmányi díjat megosztva Berecki Ádám Róbert 12. D-osztályos tanuló kapja, a folyamatos kitűnő tanulmányi eredményéért, számos versenyen elért eredményéért, valamint Molnár Balázs 12. D-osztályos tanuló, folyamatos kitűnő tanulmányi eredményéért, versenyeken való eredményes szerepléséért és angol OKTV-n elért szép eredményéért. A legjelentősebb versenyekben mind a két tanuló esetén felkészítő tanáruk Kisné Fodor Tímea. Neki is gratulálom. Az intézményi szintű jutalmak ismertetése következik. Pro Excellencia lévai kiválóság díjat azon tanulóknak adományozunk, akik versenyeredményeikkel, kiemelkedő szorgalmukkal és elkötelezettségükkel, keresztény életvitelükkel a lévai közössége számára példaként állítható. Ebben az évben Pro Excellencia díjban részesülnek. Szalámci Evelyn Lili, 12. A osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató szolgalmáért, idegen nyelven versenyeken és az OKTV-n német nyelvből elért kimagasló eredményéért, közösségi munkájáért. Zolnai Dominika, 12. A osztályos tanuló, 6 éven át kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató szolgalmáért, országos tanulmányi versenyeken és OKTV-n biológia tantárból elért kiemelkedő eredményéért. Berecki Ádám Róbert, 12. D-osztályos tanuló, 4 évi kitűnő tanulmányi eredményéért, számos országos és regionális fizika és angol versenyen elért eredményéért, hazai és nemzetközi Lego Robot csapatversenyen elért eredményeiért.
Molnár Balázs, 12. D-osztályos tanuló, 4 évi, a nevelőtestület dicséretével járó kitűnő tanulmányi eredményéért, számos országos és regionális fizika és angol versenyeken kiemelkedő helyezéseiért, valamint a nemzetközi és hazai legorobott csapatversenyen előkelő helyeiért. Veres János Teodor, 12. D-osztályos tanuló, 4 évi, a nevelőtestület dicséretét is kiérdemlő kiváló tanulmányi eredményéért, országos, internetes nyelvi versenyeken elért helyezéséért. Proszkóla, lévai közösségi díjat azok a tanulók kapnak, akik a közösség formálásához és megerősítéséhez, a lévai keresztény arculatának kialakításához, tevékenységeikkel hosszú időn keresztül kiemelkedően járulnak hozzá. Ebben az évben Proszkóla lévai közösségi díjat kapnak. Dékányi Viktória, 12. A-osztályos tanuló, megbízható közösségi munkájáért, jeles tanulmányi eredményéért, az idegen nyelvi versenyeken nyújtott teljesítményéért és az iskolai ünnepeken való szerepléseiért. Gelle Mátyás, 12. A-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkája elismeréseként, a látmásban végzett szolgálatáért, az iskolai ünnepi műsorokban és az idegennyelvi zenei előadásokon való szerepléséért, valamint a szeretett szolgálatban példamutató részvételéért. Kovács Anna Kata, 12. A-osztályos tanuló, áldozatos osztályközösségi munkájáért, az iskola közösséget és a cserkészetet is építő tevékenységéért, az iskolai rendezvényeken fotós szolgálataiért. Hodosi Kitti, 12. B-osztályos tanuló, az osztály és iskola közösségért végzett kiváló munkájáért, több éves lelkiismeretes presbiteri szolgálatáért, sporttevékenységéért. Pongrácz Zsófia, 12. D-osztályos tanuló, a 4 év alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért, az osztályközösségben és az iskolában több területen végzett kitartó és lelkiismeretes szolgálatáért, a biológia és kémia versenyeken nyújtott teljesítményéért. Pro Talento, lévai tehetségdíj, azon tanulók számára adatik, akik egy-egy speciális területen kiemelkedő tehetséget hordoznak és kiemelkedő eredményeket mondhatnak magukénak. Ebben az évben Pro Talento lévai tehetségdíjban részesül Szabó Mihály, 12. C-osztályos tanuló, országos történelem és társadalomtudományi versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért és kutató munkájáért. Iskolai szintű szülői elismerést adományozunk Berecki Róbert szülőnek, a lévai logó, lévai Lego robot csapatának támogatásáért és mentorálásáért. A továbbiakban felkérem Kervorni Tóth Edit tanulmányi igazgatóhelyettes asszonyt, hogy az elismerő oklevélben részesült tanulókat ismertesse. Elismerő oklevélben azok a tanulók részesülnek, akik egy területen az átlagosnál többen járultak hozzá a lévai közösségi életéhez, tevékenységeikkel, sport és versenyeredményeikkel meggazdagították intézményünket. Elismerő oklevélben részesülnek a 12. A-osztályból Bucsi András, az osztályközösségért végzett szolgálatáért, az iskolai ünnepi műsorokon való szereplésért és a Kösöntyőben nyújtott több éves példamutató munkájáért. Domahidi Hanna, 12. A-osztályos tanuló, jeles tanulmányi eredményért, az iskolai presbitériumban végzett sok éves munkájáért, több éves sport tevékenységért, az olasz nyelvi versenyeken való szerepléséért,
valamint a szeretett szolgálatban példamutató részvételért. Hideg Veronika 12. A osztályos tanuló kitűnő tanulmány eredményért, az osztályközösségben végzett presbiteri és közösségi munkájáért, és az iskolai labdarúgó csapatban elért eredményeért. Klecskó Simonetta, 12. A osztályos tanuló, kiemelkedő tanulmány eredményért, és sok éves énekkari zenei tevékenységért. Molnár Erika 12. A osztályos tanuló, jeles tanulmány eredményért, az olasz nyelvi OKTV-n elért kimagasló eredményért, és a túra szakosztályban végzett szolgálatáért. Nagy Máté, 12. A-osztályos tanuló a Kösöntyű Együttesben, a cserkész csapatban és az iskolai dráma szakkörben végzett kitartó és példamutató munkájáért. Szász Anna, 12. A-osztályos tanuló jeles tanulmány eredményéért, az országos olasz versenyen elért kiemelkedő teljesítményéért. Szonda Hajnalka, 12. A-osztályos tanuló, közösségépítő presbiteri tevékenységért, több éves énekkari szolgálatáért, az énekversenyeken elért eredményért és az iskolai túra szakosztályban végzett munkájáért. Bártfai Kristóf, 12. B-osztályos tanuló, közösségi és kulturális tevékenységért és a példamutató magatartásáért szolgálatáért. Lengyel Bence, 12. B-osztályos tanuló kitűnő tanulmány eredményért, 4 éven át tartó példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Lengyel Veronika, 12. B-osztályos tanuló kitűnő tanulmány eredményért, a nyelvi és anyanyelvi versenyeken elért helyezésért és kiemelkedő sport tevékenységének elismeréseként. Mátrai Judit, 12. B-osztályos tanuló jeles tanulmány eredményért, az osztályközösségért végzett munkájáért, a versmondó versenyen elért eredményért, és a szeretett szolgálatban példamutató részvételért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Major Dávid, 12. C-osztályos tanuló, a lelkes és kitartó énekkari szolgálatáért, kimagasló énekversenyen elért eredményért és az atlétika versenyen nyújtott eredményes szerepléséért. Péter Szabocs, 12. D-osztályos tanuló kitűnő tanulmány eredményért és a biológia, kémia versenyeken elért eredményes munkájáért. Pintér Judit, 12. D-osztályos tanuló kiemelkedő iskolai sport tevékenységéért és annak elismeréséért. Mindezek után felkérem Zsurki Csabáné, nevelő tanári munkaközösségvezető, hogy a kollégiumi díjakat ismertesse. A diák otthon intézményünk fontos egysége. A kollégium életében, a kollégiumok közötti versenyeken kiemelkedő tevékenységet végző tanulókat, valamint a kulturális műsorokon színvonalasan szereplő és az áldozatos presbiteri hitéleti szolgálatot végző diákokat jutalmazzuk. Diákotthoni jutalommal részesült a 12. A-osztályból Bodolai Júlia Sára, a diákotthonért végzett eredményes sport tevékenységéért. Bucsik András, kulturális műsorokon való színvonalas szerepléséért. Domahidi Hanna, áldozatos közösségi szolgálatáért. Kántor Attila, a diákotthonért végzett közösségi szolgálatáért, a zenebarátok és a dráma szakkörben végzett munkájáért. Tarackközi Zsófia, a csoportban végzett áldozatos presbiteri szolgálatáért, aktív sport tevékenységéért, a zenebarátok körében végzett munkájáért.
a 12. B osztályból, Király Lili Anett, a csoportban végzett áldozatos presbiteri szolgálatáért. Szabó Lili, eredményes sporttevékenységéért és a kulturális műsorokon való színvonalas szerepléséért. A 12. C osztályból Szerüldi Gusztáv, a csoportért végzett aktív sporttevékenységéért, a dráma szakkörben való színvonalas szerepléséért. Halász Annabella, a csoportban végzett áldozatos közösségi szolgálatáért. Király István, a diákotthonért végzett közösségi szolgálatáért és a dráma szakkörben végzett munkájáért. Major Dávid, a diákotthonért végzett közösségi szolgálatáért, aktív sporttevékenységéért, fotós munkájáért, a zenebarátok szakkörben végzett munkájáért. Molnár Gergő, a csoportért végzett aktív sporttevékenységéért. Vámos Balázs, a csoportban végzett áldozatos presbiteri munkájáért. A 12. D osztályból Dudás Gréta, a csoportban végzett áldozatos közösségi szolgálatáért. Molnár Lilla, a csoportért végzett aktív sporttevékenységéért, a diákotthonért végzett közösségi szolgálatáért, a zenebarátok szakkörben végzett munkájáért. Pajzs Lilla, a csoportért végzett aktív sporttevékenységéért, a diákotthonért végzett közösségi szolgálatáért, a zenebarátok szakkörben végzett munkájáért. Pongrán Zsófia, az áhítatokon végzett aktív szolgálatáért. Székely Bernadett, a dráma szakkörben végzett munkájáért. Felkérem Sipos Tamás nevelési igazgató helyettes urat, hogy ismertesse az osztályszintű jutalomban részesülő tanulókat, valamint az osztályszintű szülői elismeréseket. Osztályszintű jutalmakat rendszerint az utolsó osztályfőnöki órán szokták átadni az osztályfőnökök, de illő, hogy ebben a körben is lássuk a jutalmazott diákok neveit, és el is hangozzék a nevük. Így osztályszintű jutalomban részesültek Bodolai Júlia Sára, Bordás Dávid, Antoni Gergely, Demeter Diana, Kis István Bálint, Kón Patrik, Lisztóczki Péter, Tarackközi Zsófia, a B osztályból Cselényi Csaba, Nagy Szabolcs, Csontos Laura, Tamás Hinga, Festő Vanda, Gecse Dorottya, C osztályból Domos Panna, Král Csenge, Vámos Balázs, Szabó Rebeka, Lévai Zsófia, és D osztályból Sápi Bálint, Molnár Lilla, Kriskó Krisztina, Pajzs Lilla, Csermák Lili. Köszönjük az ő osztályszintű odaszállásaikat is. És végül, de nem utolsó sorban pedig szeretnénk megköszönni a szülőknek a munkáját, akik az egyes osztályokban igyekeztek bátorítani, gazdagítani, segíteni az osztály életét és működését. Így az A osztályból szeretettel köszönjük Melli Pilláné, Kövesdényi Kecskeméti Edina segítségét, a B osztályból Nagy Néferet Asznik Emese, Lovasini Kovács Zsuzsa és Hodosi Gáborné segítségét, a C osztályból Katonáni Szalontai Marian segítségét, a D osztályból pedig Petrényini Csajbó Katalin és Meleg Márton Enikő segítségét, szülők segítségét. Felkérem Domohigédai Darab Ágnes iskola lelkészt, hogy a partner gyülekezetek jutalmában részesülő diákokat, tanulókat ismertessen. Hálásan köszönjük a Kisgyűri, a Miskolc Csabai Kapui, a Boldvai és a Nyíklátházi Református gyülekezeteknek, hogy végigkísérték a most ballagó osztályukat. A gyülekezetek az iskolával egyeztetett módon a következő diákoknak adományoznak díjakat. Domahidi Hanna, 12. A-osztályos tanulónak, hálás szívvel a Kisgyűri Református Egyházközségtől
a közösségért végzett szolgálatáért. Fantúli Gergelynek, 12. A-osztályos tanulónak, hálás szívvel a Kisgyűri Református Egyházközségtől a közösségért végzett szolgálatáért. Szonda Hajnalkának, 12. A-osztályos tanulónak, hálás szívvel a Kisgyűri Református Egyházközségtől a közösségért végzett szolgálatáért. Irlanda Áronnak, 12. B-osztályos tanulónak, a Miskolc Csabai Kapui Református Egyházközségnek nyújtott segítségéért. Vitán Józsefnek, 12. D-osztályos tanulónak, a Nyíklátháza Mezőnyék Református Egyházközségben végzett szolgálatáért. Valamint Berecki Ádámnak, 12. D-osztályos tanulónak, a Nyíklátháza Mezőnyék Református Egyházközségben végzett szolgálatáért. Köszönjük ezeket az adományokat. Most pedig néhány hirdetést szeretnék elmondani. Minden évben a balagási ünnepi istentisztelet persejpénzét a Munkácsi Református Gyermektábor segítésére küldjük. Ebben a helyzetben is szívesen fogadunk adományokat erre a célra, iskolánk bankszámlájára. Igyekszünk szervezni nem csupán egy virtuális térben zajló ballagást, hanem ha a helyzet lehetővé teszi, akkor a következő tanév elején személyesen is szeretnénk búcsút venni tőletek, kedves diákok. Ennek az alkalomnak a részletéről időben fogunk tájékoztatást küldeni nektek. Kedves érettségiző diákok, várunk titeket szeretettel május 4-én hétfőn. Kérünk benneteket, hogy a 9 órai kezdés előtt 40 perccel érkezzetek meg az iskolába. A részletes tájékoztatást az érettségi folyamatáról e-mailben megkaptátok, onnan tudtok tájékozódni. Kívánunk további áldott, békés ünneplést a családotok körében, és majd egy eredményes érettségi vizsgát. Áldás, békesség!